Köszöntöm a Díszudvar magazin nézőit! A mai adásban megismerkedhetnek a Debreceni Egyetem legidősebb hallgatójával, aki 76 évesen vette át jogi diplomáját. Ízelítőt adunk az intézmény első dolgozói napjáról, és bemutatjuk Hugót, a műszaki kar hallgatóinak legújabb elektromos autóját. Tartsanak velünk! A Debrecen Egyetem doktoravatójával megkezdődött az intézmény nyári tanévzáró ünnepség sorozata. A rendezvényen 101 fiatal tudós doktori, az egyetem 28 munkatársa pedig habilitált doktori címet vehetett át. A Debreceni Egyetem tudományos életének legfontosabb és legszebb ünnepe a doktoravató ceremónia. A tudományos szakmai karrier kiemelkedő állomása ez, ami az egyetemi lét lényegét szimbolizálja. A magas szintű egyetemi kutatómunka elengedhetetlen feltétele a színvonalas egyetemi képzésnek, a tudományos utánpótlás felelősének. A Debreceni Egyetem Magyarországon a legtöbb tudományágban 23 doktori iskolában folytat PhD képzést. Idén az agrár, a bölcsészet, az orvos, a természet és a társadalomtudományok területéről 101 friss doktor vehette át oklevelét az eskütétel után Szilvási Zoltán rektortól. A Debreceni Egyetem rektora és doktori tanácsa tisztünkhöz kötött hatalmunknál fogva önöket, dicséretes tudományos tevékenységi jutalmáról egyetemi doktorokká fogadunk. Felruházzuk önöket mindazokkal a jogokkal és kiváltságokkal, melyek a törvény erejénél fogva a tudományos minősítésre rendelkezőket megérhetik. Egy jelölt, Bellér Gábor, kitüntetéses doktori címet kapott, mert a középiskolai és a doktori tanulmányait kitűnő eredménnyel végezte, sőt a doktori szigorlatának és védésének minősítése is summa cum laude. A fiatal vegyész ezért átvehette a Magyar Köztársaság címerével ellátott aranygyűrűt. Az elismerés különlegességét jelzi, hogy az elmúlt 25 évben mindössze 40 köztársasági elnöki határozat született kitüntetéses doktorráavatásról. Olyan szakma területen tudtam dolgozni és végig tanulni, ami mindig végig érdekelt, és soha nem megterhelés volt az, hogy egyik vizsgáról a másikra, egyik ZH-ról a másikra készüljek. Tettem a dolgomat, és azzal foglalkoztam, amit szeretek. Az ünnepségen 28 habilitált doktori címet, valamint a tudományos élethez kapcsolódó kitüntetéseket, így az egyetem publikációs díjait, valamint Agrártudományi Központjának tudományos aranyérmét is átadta a szenátus. A testület professzor emerita és professzor emeritus címet adományozott továbbá az intézmény 4 nyugalmazott tanárának, Rózsa Erzsébetnek, Imre Mihálynak, Kovács Andrásnak és Baranyi Bélának. A professzor szerint nem elég a tehetség és az elhivatottság. Sok türelem, szorgalom, valamint egy példakép is kell a tudományos eredményekhez. Számomra ez a szerencsés körülmény az volt, hogy itt nagyon jó intézetben a történészek között kezdhettem pályafutásomat, és egy országos, sőt világhírű, azóta sajnos elhunyt a történész professzor, akadémikus Ránki György tanítványa lehettem, mellette dolgozhattam itt is, és őt egyengedte pályámat hosszú ideig, ő volt az aspiráns vezetőm, és a kutatásmódszertani alapokat itt szereztem meg, amellyel később már valamelyes könnyebb volt, de nem könnyű munka ez, nem könnyű pálya ez a tudományos. Sok gyötrelemmel jár, sok nehézséggel, sok fárasztó éjszakázással, és hát az de megéri. Az ünnepségen a Debreceni Egyetem díszdoktorai sorába avatta Lorenz Schulek, Sederbaum és Werner Hake professzorokat, a Heidelbergi Egyetem tanárait. Milyen lenne a pénz nélkül működő társadalom, és hogy működik majd az orvostudomány a 22. században? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket vitattak meg a Debreceni Egyetem első nemzetközi interdisziplináris konferenciáján. A rendezvény egyedülálló lehetőséget teremtett a tehetséges hallgatók bemutatkozására is. A tudományok közötti együttműködés jegyében rendezték meg a Debreceni Egyetem első nemzetközi interdisziplináris konferenciáját júniusban. A tanácskozás egyik fő célja az volt, hogy teret adjon a különböző szakterületek képviselőinek a közös gondolkodásra. Sok úgynevezett diszciplinális, tehát egy-egy tudományterületen belül működő konferenciát szerveznek világszerte. Ritkán történik meg az, hogy a legkülönbözőbb tudományágok képviselőit hívják össze egy-egy szekcióba.
itt nem csak orvosok lesznek orvosi szekcióba, szociológusok szociológus szekcióba, hanem ugyanabban a szekcióban el fogja mondani a témával kapcsolatos kutatási eredményeit, meglátásait az orvos, a jogász, a pszichológus, a szociológus, a fizikus, az űrkutató. A Debreceni Egyetem hallgatói számos tudományterületen értek már el komoly sikereket. Az ő támogatásukra jött létre az intézmény tehetségprogramja, a DETEP, ami már a több mint 500 hallgatót támogat. Közülük többen már saját tudományos eredményeiket mutatták be a konferencián. Kiemelném azokat, akik a szekcióvezetők. Rendhagyó módon most a szekcióvezetést nem professzorokra bíztuk, hanem olyan hallgatókra, akik kiemelkedőek a tehetséggondozó programban, mint egy mentorként is a többi hallgató. Elé raktuk őket példaként, ilyen például az egészségügyi karról a Hajdú Péter, aki saját maga is egészségügyi és sportolási szokásokat és táplálkozási szokásokat vizsgál, de mellette a saját szekcióját ő fogja levezényelni. A rendezvényen több mint 100 előadásban számoltak be kutatási témáikról, eddig elért eredményeikről a hazai és határon túli, köztük szlovák, szerb, ukrán és román felsőoktatási intézményekből érkező hallgatók. A konferencia előadásainak anyagából a tervek szerint később online kiadvány is készül. Egyedülálló tanszék történeti kiállítással és kétnapos konferenciával ünnepelték a közművelődési szakemberek képzésének 60. évfordulóját a Debreceni Egyetemen. A szakmai tanácskozáson adták át a szakalapító Durkó Mátyásról elnevezett emlékérmet is. 1956-ban az országban elsőként a Debreceni Egyetem jogelődjén a Kossuth Lajos Tudományegyetemen indult egyetemi szintű képzés közművelődési szakemberek számára. A népművelő szakon olyan szakembereket képeztek, akik nem csak a különböző korosztályok sajátosságaihoz értettek, hanem a szervezés és a menedzselési feladatokat is ellátták. A tartalmában olyan módon nem változott, hogy mind a mai napig kulturális intézményekben dolgoznak elsősorban az itt végzett hallgatók, azonban emellett megjelent egy másik erőteljesen domináns terület, ez pedig a felnőttkori tanulás és a felnőttkori tanulás szervezésével foglalkozó irányzatok. Az andragógia szakon jelenleg két irányzat, a művelődés szervező és a felnőtt képzési szervező közül választhatnak a hallgatók. Így a diploma megszerzése után az elhelyezkedési lehetőségük rendkívül változatos és színes. A szakma tudományos alapjait Durkó Mátyás Felnőtt nevelés és népművelés című könyve adta. 1956-ban Durkó Mátyás 30 éves tanársegédként dolgozott itt a akkori Kossuth Lajos Tudományegyetemen, és ő a munkatársaival folytatott eszmecserék révén ébredt rá arra, hogy szükség lenne ilyen szakemberekre, és ő kezdeményezte a munkatársaival ennek a szaknak a létrejöttét az akkori művelődésügyi minisztériumnál, és így tulajdonképpen a szakos képzésnek az alapító atyaként tekintünk rá. Durkó Mátyás emlékére és a szak alapításának jubileuma alkalmából rendeztek konferenciát a Debreceni Egyetemen. A tanácskozás 15 szekciójában 85 előadás foglalkozott a népművelés aktuális kérdéseivel, és felidézték az elmúlt 60 év eseményeit is. A konferencián átadták a Durkó Mátyás emlékérmet is, melyet a tudományos pályáját Debrecenben kezdő Sári Mihály nyugalmazott egyetemi tanár vehetett át. Az elmúlt hónap további fontos egyetemi hírei következnek röviden. Minden tizedik embert érint hazánkban a vesebetegség valamilyen formája. Ezekről tanácskoztak Debrecenben a 20. nefrológiai kongresszuson, ahol a legmodernebb kezelési eljárásokról is előadásokat hallhattak a résztvevők. Alapvető fontosságú, tudjuk, hogy milyen rizikó tényezők vannak, amelyek hozzájárulhatnak ennek a betegségnek a kialakulásához. Ugye ilyen a cukorbetegség, ami szintén népbetegség, magas vérnyomás betegség, az időskori érelmeszesedés. Tehát ha ilyen típusú betegségben szenved valaki, különösen fontos, hogy a veseműködést ellenőrizzék, és időben vesegondozóval, nefrológiai gondozóval kerüljön a beteg. A legújabb gyógymódok mellett az idült légzőszervi megbetegedésről és a dohányzás elleni küzdelemről is szó esett a Magyar Tüdőgyógyász Társaság 59. nagygyűlésén a Kölcsei Központban. A rendezvényre csaknem 700 szakember érkezett. A konferencián elhangzott, hogy a gyógyításhoz szükséges eszközök adottak, ám a szakember hiány óriási.
Jelenleg 540 aktív szakorvos fele már betöltötte az 55. életévét. A felmérések szerint viszont egyre több a krónikus beteg, egészen pontosan 3 millió. Ezt az óriási számot nem fogja tudni ellátni a tüdőgyógyászati hálózat. Az elsődleges cél így a prevenció. Speciális, úgynevezett kulcslyuksebészeti eljárás mutatott be Bognár László, az idegsebészeti klinika igazgatója, svájci és ausztrál professzor társaival egy nemzetközi idegsebészeti továbbképzésen a Debreceni Egyetemen. A beavatkozást kivetítőn keresztül többek között brazil, dél-afrikai és ausztrál idegsebészek követhették. A Debreceni Egyetem ugyanis egy nemzetközi kutatócsoport tagja, amely a neuroendoszkópiai eljárások fejlesztésében és az új technikák oktatásában is részt vesz. A neuroendoszkópos műtét lényege, hogy a megszokottnál kisebb metszést ejtenek a koponyán, és az endoszkópos kamera segítségével tárják fel az operálni kívánt területet. Az operációval minimálisra csökkenthető a szövődmények kockázata, és lényegesen kisebb terhelésnek vannak kitéve a betegek, mint a hagyományos műtéteknél. Az agy annyira értékes szervünk, hogy annak minden milligramja valamilyen funkciót visz, amire nekünk szükségünk van. Tehát a mai idegsebészetnek pontosan az a lényege, hogy úgy gyógyítson, hogy közben nem áldoz fel semmit. Tudásközpontok és a Gazdaság címmel rendeztek nagyszabású konferenciát az Észak-Balatoni Polgári Klubbal együttműködve a Debrecen Egyetemen. A versenyképesség és gazdaságfejlesztés lehetőségeit tárgyaló eseményen Szilvási Zoltán rektor kiemelte, a fő profilként az egészségipart előtérbe helyező Debreceni Egyetem a termelővállalatokkal karöltve szeretné az egyetemi tudást az ipar és a gazdaságfejlesztés szolgálatába állítani. A tanácskozáson Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és szabályozásért felelős államtitkára hangsúlyozta, az egészségiparban és más kutatásfejlesztés intenzív ágazatok területén is számít a Debreceni Egyetem közreműködésére új iparstratégiájában, az Irinyi terv megvalósításában a kormányzat. Az általános orvostudományi kar ünnepségével kezdődtek idén a diplomaosztók a Debreceni Egyetemen. Az ünnepi tanácsülésen 29 magyar és 58 külföldi hallgató ölthette fel a talárt. Az intézmény 14 karán összesen csaknem 3600 hallgató vette át oklevelét a díszudvaron. Idén először a hallgató kezdeményezésére nem a Böszörményi úti kampuszon, hanem az egyetem főépületében tartott a diplomaosztó tanácsülését a mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási kar, valamint a gazdaságtudományi kar. A szervezők azokra is gondoltak, akik nem tudnak jelen lenni az ünnepségen, a Multimédia Kompetencia Központ munkatársai valamennyi diplomaosztót élőben közvetítettek az egyetem honlapján, ahol a felvételeket bárki elérheti. 3600 hallgató kapott diplomát az elmúlt hetekben a Debreceni Egyetemen, de másik két érdekes szám is volt az idei szezonban, a 76 és a 100. 76 éves ugyanis az egyetem legidősebb friss diplomás jogásza, a hidrobiológus szakon pedig már a 100. hallgató örülhetett oklevelének. Talárban várták a Debreceni Egyetem ifjú jogász hallgatói, hogy a hosszú évek munkáját végre a kezükben tarthassák. A diákok között akadt olyan, aki már a harmadik diplomáját vehette át. Ez önmagában is szép teljesítmény lehetne. Úgy viszont még érdekesebb, hogy Orosz Zoltán nyugdíjas évei alatt döntött úgy, hogy gépészmérnök és közgazdász oklevelei mellé jogi képesítést is szerez. A család tudott róla, mert én már erről 15 éve, még amikor aktívan dolgoztam, erről beszéltem, hogy nekem a jogi szakképzettséget is meg kell szerezni, mert ezt érzem ennek a szükségességét. Tehát gyakorlatilag a család inkább a következetességemen csodálkozott, hogy gyakorlatilag ezt az elhatározásomat, ami 10-15 évvel ezelőtt történt, ezt ilyen határozottan és következetesen végre tudtam hajtani. Orosz Zoltánt a családja is mindenben támogatta, sőt volt olyan, hogy közösen készültek. Ez olyan apró dolog, hogy kinyomtattam a törvényeket, vagy a PTK-t együtt néztük, vagy dolgozatokat együtt írtuk és diktálta nekem, vagy együtt beszéltük, én közgazdász vagyok, bankba dolgozom, megbeszéltük együtt azokat a tételeket és banki dolgokat, ami ő kezdett tanulni, és én már gyakorlatban ezt végeztem. Úgyhogy csodálatos volt ez az 5 év, azért voltak nehézségek, de azért nagyon büszke vagyok az édesapámra. Egy olyan mondat mindig elhagyta a száját, hogy kislányom, itt vannak a jegyzetek, kezdheted.
Én 48 éves vagyok, de azért lehet, hogy meggondolom. Nem biztos, de a vérben nem van. Ezek pedig már a természettudományi és technológiai kar diplomaosztójának pillanatai. Sipeki Ágnes egy különleges diplomát vehetett át az ünnepségen. Ő ugyanis a 100. hidrobiológus hallgató, aki végzett az intézményben. Életem legjobb 2 évének tekintem ezt a hidrobiológia mesterképzés 2 évét. A tanári kar hihetetlen segítőkész és jóindulatú, egy kis családként működünk együtt, és mindig azon vannak, hogy nekünk segítsenek, nem csak munkaelhelyezkedés szempontjából most, hanem a 4 fél év során, hogy mindenki a lehető legjobb eredménnyel végezzen az iskolában. A szak indulása óta nagyon népszerű. Az itt végzett hallgatók könnyen el tudnak helyezkedni a vízügy, a katasztrófavédelem vagy a csatornázás területén. A kar vezetése a biológus hallgatók számára elérhető képzés bővítését tervezi a jövőben. A hidrobiológus szakot hazánkban a Debrecen Egyetem vezetésével akreditálta a Magyar Akkreditációs Bizottság. Nálunk 2009-ben indult meg, tehát konkrétan a Debrecen Egyetemen 2009-ben indult meg a képzés, és azóta már 100-nál is több hallgató végzett nálunk. A fontosság azt hiszem nyilvánvaló a mai világban, ebben a melegben azt hiszem mindenki tudja, hogy milyen fontos az ivóvíz, a vízkészlet, a felszín alatti vizek tisztasága, és egyszerűen a környezetvédelem fontossága is rámutat arra, hogy ezt a képzést fejleszteni kell. Az örök ifjú újdonsült jogász Orosz Zoltán már az új munkahelyét is kinézte magának, ahol mindhárom diplomáját kamatoztatni tudja. A Debreceni Egyetem 100. hidrobiológusa Ági pedig a vízminőség vizsgálatával szeretne foglalkozni. A jövő városainak közlekedési problémáira és egészségügyi kihívásaira is megoldást keres az a kutatócsoport, amit a Debreceni Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem informatikai kara közösen hozott létre Debrecenben. Ezzel az eszközzel akár otthon is megvizsgálhatjuk a szemünket, hogy kiderüljön, van-e valamilyen egészségi problémánk, például cukorbetegek vagyunk-e. A találmány egyike annak a 18 fejlesztésnek, melyek demo változata 400 publikációval együtt elkészült a Jövő Internet Kutatások című projektben. Amint egy 2 évvel ezelőtt lezárult programban a Debreceni Egyetem, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem informatikai karának számos kutatója vett részt szorosan együttműködve. A mérnök-informatikus képzésben nyugodtan mondhatom azt, hogy meghatározó szerepet játszik Magyarországon a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, ezen belül is a villamosmérnök és informatikai kar. Nálunk is van mérnök-informatikus képzés, így egy nagyon természetes oktatás együttműködés alakult ki, és az oktatás együttműködés mentén, személyes kapcsolatok mentén aztán létrejöttek olyan szakmai együttműködések, személyes kapcsolatok, amelyek bázisát jelentették az első nagy, igazán nagy kiterjedt közös projektünknek, amelynek a szakmai területe az a jövő internet. Nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt úgy sikerült végigcsinálnunk ezt a projektet, hogy nemhogy nem vesztek össze a résztvevők, hanem kinyilvánították azt a szándékukat, hogy ezt tovább együtt csináljuk. A két elit intézmény együttműködése most új állomásához érkezett a BME Egyesült Innovációs Tudásközpont debreceni kutatócsoportjának létrejöttével. Együttműködtetjük itt Debrecenben, a Debreceni Egyetem informatikai karán a Jövő Internet kutatáskoordinációs központot, amely egy országos kutatáskoordinációs központ. Nos, ebben a folyamatban gondoltuk, hogy tovább lépünk, és most a Műegyetem maga, ez az Egyesült Innovációs Tudásközpont létrehozza a saját kutatócsoportját itt a Debreceni Egyetemen, azért, hogy közvetlenül debreceni kollégákkal, debreceni hallgatókkal, debreceni diákokkal együtt kezdjük el a kutatást itt a helyszínen. Az intézmények a kutatócsoport létrehozásával a jövő generációjának szeretnék átadni a legfrissebb informatikai vívmányokkal kapcsolatos ismereteket. A tudásközpontban emellett komplex feladatokat oldanak majd meg. Ez több, mint együttműködés, hanem ez egy közös ügy, ez egy létező valami, egy létező, intézményesen létező szervezeti egység, amelynek jövő és valós munkatársai vannak, akik valós problémákon fognak dolgozni. Várjuk azt, és ígéretük szerint, elképzelésük szerint olyan problémáknak a megoldásán, olyan témákon fognak dolgozni, amely Debrecennek, a városnak, a régiónak használva válik, és használva válik a Debreceni Egyetemnek is. A kutatócsoport legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy az informatika eszközeivel olyan megoldásokat fejleszten ki,
amelyekkel élhetőbbé válhatnak a jövő városai. Az egyik nagyon fontos a Smart City. Ugye ez azért is fontos, mert Debrecen város ebben nagyon erősen gondolkodik, és nagyon erős lépéseket tesz annak érdekében, hogy itt ez megvalósulhasson. Mi reméljük, hogy ebben tevékenyen részt tudunk venni, mind a Debrecen Egyetem nevében, mind a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem nevében. Hát a másik az pedig a kor fő problémája, az egészségipar, az egészségügy. Hogyan tudunk segíteni a egészségiparnak annak érdekében, hogy a, úgymond az átlagos egészségi állapot Magyarországon javuljon. A projektbe nem csak a karok oktatóit, de a hallgatókat is bevonják. A közös munka eredményeiből pedig nem csak az egyetemek, hanem a régió vállalata is profitálhatnak. Idén először Londonban a Shell Eco Marathon világversenyen mutatkozhat be saját készítésű elektromos járművével a Debreceni Egyetem műszaki karának csapata. A megmérettetésen csaknem 200 diákcsoport speciális járműve áll rajthoz júliusban. Az nyer, aki a legnagyobb távolságot teszi meg a legkevesebb üzemanyaggal. Ez az aprócska elektromos autóit Hugo, amely hamarosan Londonban róhatja majd a köröket. A fekete trikós diákok Hugo szülei, akik közel 20 társukkal együtt több hónapig dolgoztak a kicsi kocsin. A gépész, mechatronikai mérnök és műszaki menedzser szakos hallgatók nem csak megtervezték, hanem meg is építették a járművet. Ez a fiatal hölgy pedig Hugo pilótája lesz majd a brit fővárosban. Itt épp azt mutatja stábunknak, hogyan is működik a csoda autó. Itt van a kormányunk. És akkor van rajta egy első fék, bal oldalt, hátsó fék az jobb oldalt, és egy gázkar a jobb oldali kormányon. És ennyi. Igazából pedál nincs, van 5 ponton rögzített biztonságjövem, és ennyi. Mennyire kényelmes? Igazából nagyon kényelmes így bennülve. A belkimászás az kicsit kényelmetlen, de így itt ülve teljesen okés az egész. A műszaki kar hallgatói 2008 óta készítenek elektromos autókat, amelyekkel a hazai járműépítési versenyeken dobogós helyezéseket értek el. Két területen voltak már sikereink és autók építése. Az egyik ez az elektromos meghajtású járművek, a másik pedig a pneumobilok, amik zömmel, egerbe is nagyon szép eredményeket értek el. Az elektromos meghajtású autókkal versenyeztünk már az MVM futamon, voltunk Pesten, voltunk Győrbe, akkor Miskolci Egyetemen, tehát nagyon-nagyon sok helyen rendeztek már versenyeket, ahol tényleg most felsorolni sem tudnám hirtelen, ahol nagyon sok szép eredményt értek el különböző kategóriákba. A magyarországi versenyek után a Debreceni Egyetem csapata idén először döntött úgy, hogy a nemzetközi terepen is kipróbálja magát, és prototípus kategóriában elindul Hugóval a londoni Shell Eco Marathonon. Magyarországról már évek óta vannak csapatok, akik részt vesznek ezen a versenyen, tehát van a csapat, aki már 8-10 alkalommal is vett részt ezen a versenyen. Hát mi a Debreceni Egyetemtől még most jött el ez az idő, hogy elinduljunk ezen a versenyen. A debreceni csapat legfőbb célja, hogy minél több értékes tapasztalatot szerezzen a Szigetországban, amelyeket később átadhat majd a fiatalabb hallgatóknak. Ez egy nagyon, nagyon komplex verseny, nagyon sok mindent érint, akár ha csak azt nézzük, hogy amit megtanulunk elméletben, azt most kivitelezzük. Főleg mi gépjárműtechnikai szakosok nagyon előtérbe kerülnek az elméleti dolgok. Az, hogy az építés során, ami ránk ragadt tapasztalat, azt hogy tovább tudjuk adni, remélhetőleg ugye, mert folyamatosan bővülő és újuló csapatunk van, ez számunkra élmény. A világméretű versenyen az lesz a győztes, aki a 25 km/órás átlagsebességet megtartva 40 percen keresztül a legnagyobb távolságot tudja megtenni a legkevesebb üzemanyaggal. Reméljük, hogy Hugo sem lesz túl falánk. Fiatalok, kreatívak és komoly kutatásokat végeznek a tudomány minden területén. Ők a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos gyakorló gimnáziumának és általános iskolájának diákjai. Az intézmény június 1-én először rendezett tehetségnapot, ahol a legtehetségesebb diákok mutatkozhattak be tanáraik, társaik és szüleik előtt. Fruzsi 7. osztályos tanuló. Még csak 13 éves, de már irodalmi kutató munkát folytat.
Hosszú hónapok óta vizsgálja, hogy Rómeó és Júlia történetében melyek a valós és a fikciós elemek. Kutatási eredményeiről iskolája tehetségnapján számolt be. Egy könyvben olvastam erről, ott merült fel ez a kérdés, és akkor mondom, hogy hú, akkor nézzünk utána. Utána interneten is utána néztem, és arra jutottam, hogy igazából a szereplők azok csak kitaláltak. A helyszínek valósak, de ezek csak turista csalogatónak vannak, és a családok léteztek, ugyan, de nem volt köztük viszály. Anna és Péter már 9-esek. Ők azt vizsgálták, hogy milyen kapcsolat lehet a művészetek és a természettudományok között. Mindezt az aranymetszés példáján keresztül mutatták be. Elsősorban a matematika volt az, ami ilyen elengedhetetlen tantárgy, de a művészettörténet, a rajz és még a biológia is nagyon fontos volt, hogy ezt a prezentációt meg tudjuk csinálni. A kossuthos diákok az informatika területén is kiemelkedőek. Ezt a szerkezetet, amely a kocka átlóit szemlélteti, egy általuk készített mobiltelefonos alkalmazással működtetik. A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája a középiskolai rangsorok szerint az ország negyedik legjobb gyakorló iskolája. Így nem véletlen, hogy évről évre egyre többen szeretnének az intézményben tanulni. Kiváló diákok vannak, kiváló tanárok vannak, és az egyetem saját erőforrásaihoz, saját lehetőségeihez képest igyekszik a feltételeket is biztosítani lehetőleg minél jobb szinten. Ha ez a három tényező együtt van, ez az iskolát predesztinálja arra, hogy tevékenységet kiváló színvonalon lássa el. A Kossuth gyakorlóban két akkreditált kiváló tehetségpont és számos tehetséggondozó program is működik, amelyek segítik a tanuló kibontakozását és képességeinek fejlesztését. Az intézmény diákjai évről évre kiválóan szerepelnek a különböző hazai és nemzetközi tanulmányi és sportversenyeken. Nagyon komoly nyelvi programjaink vannak. Itt lehet látni a plakáton, hogy francia-magyar kapcsolatokról beszéltünk, illetve hát például az országos első helyezett francia OKTV-n az a mi iskolánkból került ki. A nyelvi programokban nagyon gazdag az angol program, és a németet külön kiemelni, mert a Goethe intézettel dolgoznak évek óta együtt, éppen most az ő kisfilmüket nézik, de hát humánból is többféle program van, például a kreatív írók, vagy az iskola újság, elektronikus iskola újságírói. Számtalan más program is van, kisebb, nagyobb lefolyású program, ezek azok, amelyek évek óta folynak. A Debreceni Egyetem nem titkolt célja, hogy a gyakorló iskolájában végzett fiatalok minél nagyobb arányban tanuljanak tovább a felsőoktatási intézményben. Nagyon sok diákunk az, aki a Debrecen Egyetemen folytatja a tanulmányokat. A számításaink szerint körülbelül a fele a diákjainak ebben az évben a Debrecen Egyetemen kívánja folytatni a tanulmányokat, akár ennél több is lehet a második, harmadik helyen megjelöltekkel együtt, ha számoljuk. Az első kossuthos tehetségnapon három helyszínen csaknem 400 tehetséges fiatal mutatta be tudásának legjavát előadás, fotó, videó vagy plakátok formájában. A diákok kibontakoztatásában fontos szerepe van azoknak a tehetséggondozásból szakvizsgázott pedagógusoknak, akik szintén több rangos elismerést kaptak már munkájukért. Finom falatok, különleges sportágak, hatalmas ugrálóvár és Magyarország egyik legkedveltebb zenekara sem hiányozhatott a Debreceni Egyetem első dolgozói napjáról. A rendezvény minden várakozást felülmúlt, csaknem 5000 egyetemi dolgozó és családtag vett rajta részt. Korhely gulyás rotyog a Boszorkány konyha bográcsában. A 10 fős társaság imád főzni, ezért nem is volt kérdés számukra, hogy elinduljanak-e a delikát főzőversenyen. A kulináris dolgokat nagyon szeretjük, szeretjük belevinni a saját ízlésünket, ízvilágunkat, és így boszorkánykodunk. A Debreceni Egyetem első családi napján csaknem 80 bográcsban, és még Kemencében is készültek finomságok. A titkos receptek bemutatásán túl a verseny jó alkalom volt egy-egy kötetlen beszélgetésre is. Nagyon örülünk neki, hogy itt lehetünk. Igazából nagyon sok mindenkit ismerünk névről, hangról, de itt legalább megismerjük az arcokat is, és közvetlenül tudunk találkozni a kollégákkal. A Jávor András általános rektor helyettes, Pataki Péter az ikonétterem séfje, és Herendi János az agrárétterem séfje alkotta zsűrinek nem volt könnyű dolga, amikor ki kellett választania a legízletesebb ételt. Két kategóriában hirdettek győztest, a legfinomabb slambucért a kancellária, számlabetyárok, a legfinomabb bográcsgulyásért pedig a fogorvostudományi kar fogravaló csapatát díjazták.
A zsűri 3 külön díjat is kiosztott, oklevéllel jutalmazták a leglátványosabb, a legautentikusabb és a legvidámabb csapatot is. A kulináris élvezetek után egy tucat sportágat próbálhattak ki az egyetem dolgozói és családtagjaik. A lábtenisz, illetve a streetball a kiemelkedő, akik már, illetve mindenki ismeri őket, meg szeretik üzni, ezért legalább egy 4-5-öt mindenki dob, vagy egy 2-3 gémet játszanak a lábteniszbe, illetve a másik hatalmas népszerűség, amit mögöttünk is látható, azok az új sportágakat, amiket most lehet kipróbálni itt a szívvére, a rollerre, vagy a különböző gördeszkákra, ha gondolunk ezekre, illetve természetesen a falmászás, ahol hatalmas sorok vannak már most is. Az 5000 négyzetméteren megrendezett 40 féle program megszervezésében és lebonyolításában csaknem 100-an vettek részt. Nagy sikert aratott a Derby Zumba bemutatója is, ahol a latin ritmusokra még Ede, az egyetem kabala figurája is táncra perdült. Gyógyító egyetem lévén a különböző egészségügyi szűrések, a vérnyomás és vércukormérés, a dietetikai tanácsadás és a véradás sem hiányozhatott a rendezvényről. A gyerekek pedig lovagolhattak, falat mászhattak a víztoronyban, és birtokba vehették a hatalmas ugrálóvárat, valamint a dekorsarkot is, ahol egyedi pólót készíthettek maguknak. Kinduló helyzet, jobb kézzel a bal főcipát, kacsintunk, bal láb fel, csak a jobbon állunk, ugrálunk, és közben a bal kéz kalimpál, s azt mondod, hogy i-á. Sokan kedvenc gyerekzenekaruk a Tompeti és barátai koncert miatt érkeztek a rendezvényre. A férjem dolgozik az egyetemen, úgyhogy mi, mint családtag veszünk részt a kisfiunkkal, aki egy éves múlt, és legfőképpen a Tompeti koncert, ami érdekelt minket, illetve őt, úgyhogy ez volt a fő cél. Délután érkeztünk. A labda és egyéb sportprogramokon megpróbálunk részt venni a gyerkőccel. Sajnos a főzőversenyről lemaradtunk, de ameddig ő bírja, addig maradunk. A dolgozói nap végén zsúfolásig megtelt egyetemi polgárokkal a hall, ahol az intézmény vezetői köszöntötték a derbi résztvevőit. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek, és azt gondoljuk, hogy szükség is van ezekre, hiszen én is ma itt töltöttem a napot, és azt a sok örömet, azt a sok beszélgetést, amit itt együtt átéltünk, azt hiszem, hogy meg kell ismételni. Szemben a munkaköri kötelességükkel most senki nem írta elő, hogy kötelező a derbi részt venni, mégis itt vannak. Azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb dolog a világon, amikor az emberi kapcsolatainkat ilyen fontosnak minősítjük. A Debreceni Egyetem családi napja a Bell Hello koncertjével zárult. Hazánk egyik legnépszerűbb zenekara több mint 2000 embert mozgatott meg az ország legnagyobb fedett szórakozó helyén a hallban. Az első derbi minden várakozást felülmúlt, ezért jövő júniusban ismét megrendezi az intézmény. A 2016-17-es tanévet pedig ezúttal egy rendhagyó, 2 órás esti gála műsorral köszöntheti 20 000 egyetemi polgár szeptember 21-én a UDN a Nagyerdei stadionban. Önök a Díszudvar júniusi adását látták, tartsanak velünk egy hónap múlva is. Viszontlátásra!